Jövő szeptemberben kaphat létesítési engedélyt Paks 2. Az új blokkoknak helyet adó főépület kivitelezési munkái ezt követően indulhatnak meg. Erről Süli János, a bővítésért felelős, tárca nélküli miniszter stúdiónkban beszélt. A létesítési engedélykérelmet június 30-án nyújtotta be a Paks 2 ZRT, amit a hatóság ezt követően 15 napon belül jóvá is hagyhat. Akkor kezdjük el hivatalosan épületépítését, amikor az alaplemez előállítása, annak a tulajdonképpen egy nagyon fontos mérföldkő, az első beton beöntés az alaplemezbe, ez még odébb van, de mindezek a dolgok ezt teszik lehetővé, hogy el fogunk jutni ide is. A főépület építéséhez szükséges földmunkák viszont már ennél előbb, nagyjából 6 hónap múlva elkezdődhetnek. Az Európai Bizottság ugyanis korábban engedélyezte ezt a magyar félnek. Ez nem egyedülálló. Finnországban például ugyanígy épült az atomerőmű. A finneknél csak környezetvédelmi engedély van, és már ők 3 éve készítik elő az épület alapjához tartozó területrendezést. Tehát ez nem egy eretnek gondolat. Nem azt jelenti, hogy mi a jogszabály módosításával egyből földmunkát kezdhetünk, ugyanúgy be kell adni a terveket. A telephelyen már most is folyik a munka, a szakemberek hónapok óta dolgoznak a kiszolgáló épületek kivitelezési munkálatain.